Ez történt című műsorunkat láthatják. Szeptember 22-én az év veterán kerékpárja díjátadó ünnepség volt a Fia Géza közösségi házban. A megjelenteket Tóth Tamás köszöntötte. Az első helyezetnek, Móringer Lajosnak a díjat átadta Rozgonyi Roland. Az erről készült összeállításunkat láthatják. Sok szeretettel köszöntöm körünkben Rozgonyi Rolandot, a Veterán Biciklik Virtuális Múzeumának megálmodóját és vezetőjét, valamint Móringer Lajos bácsit, aki egy ilyen veterán biciklinek a tulajdonosa. Mielőtt átadnám a szót Rolandnak, azért azt a gondolatot hagyoztam meg a kedves megjelentekkel, hogy bizony nagyon méltó helye van egy ilyen rendezvénynek egy közösségi házban, mert egy ilyen műtár, mint egy bicikli, sőt, egy olyan bicikli, ami 1939-ben készült, ha jól tudom, nagyon sok mindent elárul a korról, az emberekről, Magyarországról, az iparról, a kereskedelemről, úgyhogy úgy gondolom, hogy kultúra, történeti értéke is van. Ezekkel a gondolatokkal átadnám a szót Rozgonyi Rolandnak, aki elhozta a ajándékot, elhozta a díjat, és mondom néhány szóval méltatja ezt a dolgot. Köszönöm szépen! Hát Lajos bácsi, az évben először rendeztük meg ezt a versenyt, és hát a sorsunk hoztak, vagy a tekerékpárot, ami majdnem egy idősen nyert el az első helyet. Ez az első hely valójában egy közösség összefogásának köszönhető, ami azt hiszem, hogy példaértékű manapság. Összesen 262 egyéni szavazat érkezett a kerékpárodra, amivel ezzel magasan vezetted a 20 főből álló mezőny. Úgyhogy engedd meg, légy szíves, hogy a veteránkerékpár.hu nevében átadjam ezt a kupát, ami egy életre szóló emlék lesz remélem, és hát méltó helye lesz a kérdőnek. Úgyhogy hova történt. Mondom, néhány szót te is szívesen szólnál ezzel kapcsolatban. Hát én nagyon köszönöm a Fia Géza Közösségi Házának a támogatást, ezt a lehetőséget, hogy itt a biciklimet be tudtam mutatni. Ez egy olyan öreg, egy évvel öregebb bicikli, mint én vagyok, mert 39-ben készült, és minden eredeti rajta. A fafogantyú, a csönyű, mindenben benne van a VM, a csoda, a csodaszarvas, a nyaktábla, az összes első küllőben benne van, a dupla vég, a lánckerékben benne van, a csoda, a matricák eredetiek, ez már egy másolat, de ugyanaz, mint a eredeti, akkor a pedál gumiban benne van, ebben a fehér pedál gumiban a VM, a hátsó kerék is eredeti, a csomagtartó is, a hátsó matrica is, a stock tábla, vagy hát macskaszem, és az összes láncszemben benne van a BM, a Weiss Manfrednek a rövidítése. Én úgy gondolom, hogy ezt a biciklit érdemes megtartani, ezért a unokámnak hagyom majd, és köszönöm. Köszönjük szépen! És mindenkit szeretettel invitálunk a terített asztalhoz, mert a Eszterünk Kertvárosi Baráti Egyesület és a Fia Géza Közösségi Ház közösen állított itt fel. Sőt, még támogatta a kertvárosi borbarátot is finom borral, úgyhogy kívánok mindenkinek jó beszélgetést, meg lehet nézni a biciklit, gratulálni Lajos bácsinak, és lehet fogyasztani a süteményekről is.